Sokan talán értetlenkedve nézik, hogy miért lehet egyes szövetségeknek akár 33 millió pontja, miközben mi, hogyha elkezdünk nomádozni és ütögetni a nomádtáborokat, még ha tele is tömjük ezt közel 1-2000 nomádpontnál nem hozunk többet, és ha ebből megcsinálunk 100-at, még akkor is csak épp hogy 1 millió kámpontot érünk el, és közelébe se érünk ezeknek a több 10 milliós pontoknak. A varázslat igazából ebben a két mondatban rejlik, egy kántábla egyenlő 1 kánpont, egy kánmedál egyenlő 7 kánpont. Tehát ahhoz, hogy rengeteg kánpontunk legyen, ahhoz alapvetően nem a sima nomád táborokat, hanem a kánt kell elkezdeni abuzálni, és nem csak támadni, hanem kiprovokálni utána tőle egy támadást, és azt kivédeni, és ezzel tudjuk gyakorlatilag a legnagyobb ütemben szerezni a kánpontokat, és elérni ezeket a nagymilliós értékeket. A nagy játékosok is nagyrészt így csinálják. Fontos megjegyezni, hogyha nem akarunk minden egyes eventnél újabb védőket vagy toborozni, vagy venni ezüstből, akkor kell egy statikus védelmet, bizonyos védőszámot fenntartani, ami a támadóktól veszi el a helyet, úgyhogy ez nagyon kis játékosoknál nem feltétlenül egy működő stratégia, sokkal egyszerűbb eleve a kastélyban lévő támadókkal egyszerűen nomádtáborokat támadni, oda elhasználni az összes pontnövelő eszközt, és sokkal gyorsabban, sokkal jobb pontokat lehet elérni, mint azzal, hogyha szép lassan elkezdjük a kánt ütögetni. Viszont most meg fogom mutatni, hogyha esetleg mégis valaki arra vetemül, hogy belenézzen ebbe a kánba, hogy ez pontosan hogy is működik. Először el kell intéznünk egy-két támadást, amivel haragpontokat fogunk tudni szerezni, és ezekkel a haragpontokkal tudjuk egészen odáig feldühíteni a kánt, hogy a végén magunkra tudjuk haragítani, és akkor elindít felénk egy támadást. Nem tudom pontosan, hogy mi a legjobb módja a kán megtámadásának. Én a legkisebb veszteséget azt úgy tudtam produkálni, hogyha mind a három oldalon gondolkodás nélkül bemegyek. Ez egy minimálissal több eszköz, mint hogyha mondjuk két oldalon mennénk, és az összes többi hullámot, az összes többi irányt pedig teletöltöm katonákkal, hogy ugye láthatjuk, az udvarban is rendkívül sok katonával rendelkezik, az udvarban is rendkívül nagy ütőerővel tudjunk fellépni ellene. A tapasztalataim azt mondják, hogy ez az egyetlen támadás nem lesz elég ahhoz, hogy feldühítsük, úgyhogy mutatok egy módszert, amivel picit gyorsabban el tudjuk érni, hogy a kánocska megharagudjon ránk, ez pedig a haragnövelő eszközök használatával érhető el, berakunk egy ugyanilyen támadást, viszont a kovácsmesternél megvehetőek ezek a lobogók, amikkel minden darabbal 1-1 százalékkal tudjuk növelni a kapott haragpontoknak az értékét. Az ehhez hasonló támadásokkal pedig egészen addig kell vonatozni a kántábort, amíg itt fel nem világlik ez az ábra, és elérhetővé nem válik az, hogy ténylegesen magunkra tudjuk haragítani a kánt. Láthatjuk, az első támadásból 125 pontunk sikeredett. Ez nem valami sok, még jó, hogy indítottunk egy pontnövelős kört is, viszont én azt gyanítom, hogy még az sem lesz elég arra, hogy magunkra haragítsuk. Ha itt megnézzük a csata jelentést, egy egészen normális 51 bukót sikerült produkálni, 125 haragpont, 200 kánpont. Gyakorlatilag ezzel a 200 kánponttal már alapból többet hozunk, mint hogyha egy sima kántábort támadnánk meg, tehát már itt is egy kicsit a felsőbbrendűsége a kánnak megnyilvánul, illetve az erőforrásokban ugye rengeteg királysági erőforrást is elhozunk, úgyhogy az sem feltétlenül egy utolsó érv, hogy azokat is a kántól tudjuk a leggyorsabban összeszedni. A következő támadásunk 745 haragpontot hozott, úgyhogy még ez sem elég, további két ilyen pontnövelős támadást fogok elindítani, illetve arra is érdemes odafigyelni, hogy egyre több idővel átugrásba kerül átugrani a kántábornak az égési idejét, úgyhogy ez is a kisebb játékosoknál egy ilyen felső határt húzhat, hogyha esetleg már 24 órásokba kerül és elfogynak a 24 órás átugrások, hogy egyszerűen abba kell hagyni a leventet, mert nem lehet tovább folytatni gazdaságilag. A következő két támadásunk eredménye egyszer 600, másszor pedig 400 pont lett, úgyhogy ezzel már elértük azt a szintet, hogy magunkra tudjuk haragítani a kánt. Természetesen itt nem rakjuk be a pipát, ugye a többiek ne lássák, hogy ránk bejövő jön, mert akkor az nekik is felugrik, és ez csak egy NPC, úgyhogy ettől nem kell aggódni. Rányomunk, hogy a kán kigúnyolása, és már is látjuk,
hogy 9 percen belül megérkezik a Kána kastélyunkba. Én a biztonság kedvéért minden támadót kiküldök a kastélyomból. Kaptam most itt jutalomba, úgyhogy ezeket is frissen kiküldöm. Erre azért van igazából szükség, mert nem akarom, hogy bármilyen módon, hogyha rosszul állítok csúszkákat, támadók legyenek a falon, amikor védekezek. De alapvetően, mivel úgyis általában a falon meg szoktuk fogni ezeket a Kán támadásokat, ezért tök mindegy, hogy a várudvarban mennyi támadó van még a védőkön kívül. És akkor itt bejövünk a védelmi beállításokba, és akkor itt az idő, hogy megnézzük, milyen támadás érkezik felénk. Három oldalon, és itt a bal szárnyon látszik, hogy 6 csoportban vannak a katonái, tehát valószínűleg 6 hullámban érkezik felénk ez a támadás. Távos eszközökből, hogyha elosztjuk ezt a 84-et 6-tal, akkor is ilyen 12 jön ki, hogyha jól számolom, főleg, hogy 14 az a 12, tehát gyakorlatilag 120-140%-ot von le a távosok harcerejéből, és ez azt jelenti nekünk, hogy minden oldalon bátran használhatunk távos harcerőt. Én nem fogom 100-ra rakni a távot, mert azért nem vagyok meghúzatva, de mondjuk egy olyan 3-1-es arányba védjünk a távosokkal, és akkor egy picit kevesebb közelharcos eszköz, illetve közelharcos védő fog fogyni ezekkel a támadásokkal. Mind a három oldalt gyorsba átállítjuk, és utána megnézzük, hogy van-e bármilyen finom hangolásra szükség. Természetesen elengedhetetlen egy elképesztően erős parancsnok. Nekem ez a legerősebb parancsnokom, úgyhogy még nem álltam neki külön NPC-set mondjuk összeállítani, csak azért, hogy ezeket a Kán támadásokat lehetőleg hatékonyabban védeni tudjam, de hát remélhetőleg azért ez a 140x140x100-as várparancsnok elég lesz arra, hogy ezt kivédjük, és talán akkor a jobb szárnyon egy picit följebb kéne húzni a közelesek erejét, mert ugye ott több a pajzs, a fronton, illetve a bal szárnyon pedig megpróbálunk azzal üzemelni. Itt a frontra még egy kicsit több katonát priorizálok, szóval a másik két oldalon meg megpróbálunk arra játszani, hogy a távosok intézzék azért a dolognak a nagy részét. 70-30-at, 75-25-öt nagyjából, hogyha felállítottunk, akkor még az udvarban is maradnak 2100-an, minden várárok, meg minden stimmel, úgy látom, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megvárjuk ezt a 4 percet, és beérjen a támadás. Természetesen javíthatná a lehetőségeinket, hogyha lenne ilyen nomád lőrésem, ez 70%-ot ad a távolsági katonák védelméhez, illetve még 3% kánmedált is ad per darab, viszont sajnos ezt nem tudom, hogy honnan kell szerezni Rubinon kívül, úgyhogy esetleg ezt írjátok meg, hogyha erre van egy normális módszer, hogy hogyan lehet ilyeneket szerezni, mert az elég sokat számítana azért a kapott kánmedáloknak a mennyiségén. És beért a támadás, nagy valószínűséggel győztünk, mivel jutalmakat kaptunk, illetve a katona létszámom is megugrott egy jelentőset, és hát ebből a 4800 kánpontos értékből azért láthatjuk, hogy egy-két jutalomszintet azért átugrottunk. Nézzük is meg a védelmet. 245 bukó, én amúgy sokkal többre számítottam, amikor megláttam a 4000-es sereget a kastélyom felé lovagolni. Hozzáteszem, hogy az előző eventben kísérleteztem először azzal, hogy ilyen üzemi mennyiségben, tehát hogy többet egymás után kánokat támadjak, és klasszikus módban játszottam, és körülbelül fele ekkora támadó seregek érkeztek, de hát ez is azt mutatja, hogy sikerült kiállnom a próbát, és szerintem ez a 245 így első próbálkozásra így a nehéz módban egyáltalán nem egy rossz érték, és hát 73 kántábla, azaz kánpont mellett 562 kánmedált is szereztünk, amit 7-tel beszorozva könnyen látjuk, hogy ezzel az egy darab védéssel is 245 bukóval, 0 nomádos eszköz használatával, 3934 plusz 73, azaz összesen 4007, több mint 4000 kánpontot szereztünk. Könnyen megállapíthatjuk, hogy azért ezzel a tempóval, hogyha van egy kiépített módszerünk arra, hogy folyamatosan ütögessük a kánt, illetve van egy kiépített módszerünk arra, hogy védjük a támadásait, jóval-jóval több kánpontot, és ezáltal jóval-jóval több nomádos jutalmat haza tudunk hozni, mint simán a nomád táboroknak a támadásával, viszont azokat továbbra is ütni kell, mivel ugye tudjuk, hogy a következő szintek feloldása az a konkrét nomád táborok támadásához kötött, úgyhogy a továbbiakban ezzel fogom
folytatni az eventet, és nagy valószínűséggel a következő szint, ugye a nehéz plusz feladásához szükséges 640 támadást be fogom vinni a nomád táboroknak. Mivel elég új vagyok még ebben a témában, ezért nagy valószínűséggel elég sok mindent kihagytam, olyan is lehet, hogy valamit rosszul mondtam, ezért kérlek ne haragudjatok meg rám, hanem egészítsetek ki a kommentekben, hogy esetleg mit kell máshogy csinálni, mint ahogy mondtam, és akkor ezzel egymásnak is, illetve nekem is tudtok segíteni. Ha tetszett a videó, akkor pedig dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, és jó játékot kívánok mindenkinek! Sziasztok!